Köszöntöm a Karcag Televízió nézőit, aktuális kérdések című műsorunkat látják, melynek mai vendége Karcagi Nagy Zoltán, magyar nóta énekes. Köszöntöm Önt a stúdióban. Köszöntöm én is Önt, és a hatos körzet választóit és a televízió nézőit is köszöntöm. Nem véletlen mutattam Önt be, úgy, mint magyar nóta énekes, ugyanis Önt talán ezzel a foglalkozásával, hivatásával, hobbiával ismerik a legtöbben, de talán a hivatás a legjobb szó erre. Én is úgy gondolom, hiszen hogyha valaki egy ilyen művészi tevékenységben bármikor belekezd, beletanul, akkor ez kell, hogy hivatássá váljon, nem is lehet másképpen hitelesen ezt művelni, és hát úgy gondolom, mivel kiváló tanítómesterem, mestereim voltak annak idején, Vörös Sárira sokan emlékeznek még a híres énekesnőre, és Pesten a stúdióban tanultam ki a szakmát, úgyhogy egyenes út volt a rádióba, a televízióba, és hát azóta is sok felvétel készül velem. Ne is rohanjunk ennyire előre. A magyar nóta ugye egy hungarikum műfaj. Hogy jött a szeretete, hogy a magyar nóta lesz Önnek? Igen, az, amivel foglalkozik? Egész pontosan a klasszikus magyar nóta, ami alatt azt értjük, hogy cigányzenekar kísér egy szerzők által megírt szép dalt. Úgy jött a szeretete, hogy annak idején, amikor az én gyerekkoromban leültünk ebédelni, például egy vasárnapi ebédhez, akkor mindig jó ebédhez szólt a nóta. A rádió ott volt az asztal mellett valahol, és hallgattuk a szép magyar nótákat, tehát tulajdonképpen úgy beleivódott az emberbe, megtalálta benne a szépséget a szerelmes dalokba, a mulatós dalokba, esetleg a fájdalmat a szomorú dalokban, és mindegyiknek bizony-bizony nagyon komoly mondani valója van, és hát ugye ez szólt a rádióban, televízióban, hozzánk jutott, nem úgy, mint a mostani fiatalsághoz, hogy nem nagyon jutnak ezek a szép dolgok el, illetve hát nagyon sok rádió, televízió van azóta, kereskedelmi, stb., és hát ők nem annyira kultiválják ezt a műfajt. Akkor jól értem, akkor Önök ott ültek a családi asztalnál, éppen mondjuk falatoztak, és akkor utána énekelgettek egy jót? Igen, én még nagyapámtól is tanultam annak idején magyar nótát, hát főleg ilyen katonadalokat adott elő, mert ő a II. Világháborúban részt vett, és fogságban volt, hadifogságban Szibériába, de isteni szerencsével haza tudott kerülni. És édesapám is nagyon nagy énekes nótás volt, nagyon szerette, jó hangja is volt egyébként, és hát édesanyámnak is jó hallása van, mindannyian a mi családunk szerette ezt a műfajt. Azt mondja, hogy ugye a fiatalok talán nem igazán kedvelik ezt a műfajt, de egy magyar nótát mindenki ismer. Melyik az? Hát azt én nem tudom, de van olyan akkor biztos, nem amit mindenki ismernek. Szóval mondjuk az a 100 forintnak 50 a fele, vagy valami, ezeket igen. Ugye akácos út talán. Igen. Az a baj, hogy elkezdik a fiatalok, amikor már mulatos kedvük támad mondjuk hajnaltájban, és nagyon sokszor tapasztaltam, hogy nem tudják végigénekelni. És ez nagyon szomorú, mert ennek az az oka, hogy nem jutott el hozzájuk kellő alkalommal a magyar nóta, és nem tudott úgy rögzülni esetleg a szöveget dallama, de attól függetlenül mégis előkerül valahogy, hát az mégiscsak a miénk, ez igazi magyar műfaj, úgyhogy nem volna szabad veszni, hagyni, és azon is vagyunk, hogy ne vesszen el. Mikor döntötte azt el, hogy ez lesz az, amivel ön foglalkozni szeretne? Ezt nagyon sokan szokták kérdezni, amikor riportot adok, és ez egy érdekes történet, ugyanis fiatal koromban, még gimnázium idejében nekünk volt zenekarunk, ahol ilyen sláger dalokat játszottunk, én énekeltem, basszusgitároztam, aztán jött a honvédség, ugye akkor még volt katonaság, másfél évet voltam katona, szerencsémre pontosan itt Karcagon voltam katona, és az itteni katonatársakkal ugye hát ugyanúgy ment a mulatás, éneklés, úgy a hallgatódalokat, mint a csárdásokat, és ők mondták, hogy te Zoli, hát ezt annyira jól csinálod, hogy miért nem foglalkozol ezzel? És én ezt meg is értettem tőlük, átvettem tőlük ezt a dolgot, és ahogy leszereltem, nem sokára jelentkeztem is a budapesti OSK, Országos Szórakoztató Zenei Központba, ahol a énekesek és a zenészek képzése ment akkoriban, és ott voltak ezek a vizsgák, meghallgatás, ahol ott volt a rádió, TV szakembere. Tehát ezért mondtam az előbb, hogy onnan már szinte egyenes út volt a médiába. Hány éve van ön a médiában, mint magyar nóta énekes? 1987. szeptember 1-én hangzott el a rádióban az első felvételem, ennek már immár ugye 32 éve el is múlt. Hogy emlékszik vissza erre az első felvételre? Hát az egy óriási élmény volt akkoriban, 1987-ben még más rendszer volt,
Még csak egy Petőfi, meg egy Kossuth rádió volt, semmi más nem volt, egy egyes, meg egy talán egy kettes műsor a tévében, ha jól emlékszem. Hát az ismerősök megsiratták. Ilyen hatása volt. Komolyan mondom. Akkor is volt már sörözőnk, mert én vendéglátóztam 20 évig, és bizony ott álltak a pult előtt, és potyogott a könnyük, ahogy meghallották az első felvételt. Olyan hatása volt az emberekre. Az első Karcagi volt, aki nótaénekesként szerepelhetett a médiában? Nem, Márkus Ica, ő volt az első, aki Karcagon ezzel foglalkozott, aztán következő már én voltam, és úgy jöttek a többiek, úgyhogy én eleinte Márkus Ica meghívására jártam különböző műsorokba, aztán mikor levizsgáztam, utána Kovács Marikával jártunk sokat, és hát így történt a kezdetek kezdete. Ugye szépen képezte magát ugye ebben a műfajban, ami előbb-utóbb a fellépések mellett a szakma elismerését is kivívta. Igen, most a műsorvezető úr gondolom a nem régen megkapott Dankó Pista életműdíjra gondol. Köszönöm szépen, hogy megemlíti. Igen, nagyon nagy megtiszteltetésért nem is olyan régen, ugyanis hát többet magammal megkaptam ezt a Dankó Pista életműdíjat, és hát nagy örömömre szolgál, meg hát természetesen tovább ösztönzi az embert a műfaj művelésére, annál is inkább, mert óriási lehetőségek vannak benne még ma is, sok helyre meghívnak. Meg kell említenem, de ezt Karcagon nagyon sokan tudják, hogy több alkalommal, két alkalommal is jártam Ausztráliában, a távoli földrészen, Svédország, Németország, Oroszország, Nizsnyi Novgorodban is volt műsorom, és hát a környező magyar lakta településeken, környező országokban, arról meg nem is beszélve, nemrégiben voltunk például Nagyváradon, Andival, a hugommal egy nagy sikerű műsort adtunk, már a következő meghívás is a zsebünkben van, annyira nagy sikerünk volt, és örömmel teljesítettük. És ugye amellett sem szabad el menni, hogy ugye nemrégiben ugye egy rádió is napvilágot látott, ugye a Dankó rádió, amely újra felkarolt ezt a műfajt. Igen, hatalmas lépés a műfaj életében. Úgyhogy 2014-ben ugye Hungarikummá lépett elő, elfoglalta méltó helyét a Hungarikumok között a klasszikus magyar nóta. Abban az évben alakult meg a Dankó rádió, aminek a fő hivatása a magyar nóta, operett, örökzöld slágerek és a népdalnak a népszerűsítése, terjesztése. És én azt gondolom, hogy ezt jól is csinálják, hiszen úgy van összeállítva a délelőtti műsor is, a délutáni kívánság műsor is, az esti műsor is, hogy abba minden műfaj szerepet kap, és ennek örülünk, a szakma, és szerintem, aki szereti a műfajt, ő is örül neki. Nem csak a médiába tért vissza, hanem ugye most már a vendéglátóhelyekre is visszatért a klasszikus magyar nóta. Pontosan, most hallottam éppen, hogy azt hiszem 50 helyen az országban kormányzati támogatással, például Szolnokon az Evezős csárdát tudnám megemlíteni, amit ismerünk, és ott évtizedek óta nem volt cigányzene, pedig valamikor ott is volt, meg hát Szolnokon és Karcagon is több helyen, de így visszakerülhetett oda például a cigányzenekar, ezt a Néplapban láttam, olvastam, és nagyon örültem neki, meg a Facebookon is lájkoltam a mai divatos szóval élve. Beszéljünk egy kicsit a nyárról, ugye a fellépő művészeknek ilyenkor ez egy nagyon húzós időszak. Mik azok a fontosabb helyszínek, ahol akár te, akár Andi öregbíthetted Karcagi nevét? Hát Tiszavárkonyban voltam például, de említhetem Kunhegyes, Tiszafüredet, Tisza, illetve Nagyiván, környező települések, de sokszor távolabbra is elkerülünk, mint hogy a Nagyváradot is említettem az előbb, Kunmadaras, Miskolcra vannak most meghívásaim, tehát eléggé mozgalmas, azért mondom, hogy a mai napig is van ebben a műfajban lehetőség. Egyre erősebb az érdeklődés ez iránt a műfaj iránt, úgy, hogy amiről beszéltünk is, hogy a rádió, különböző televíziók is a klasszikus magyar nótát újra műsorra tűzik. Érezhetően, igen, egyre erősebb, és hát különböző rendezvényeken is eszükbe jut, hogy tehát a teljes népességet, a teljes korosztályt kívánják művészeti produkcióval kielégíteni, nem csak a fiatalokat, nem csak a középkorosztályt, hanem mondjuk az idősebb korosztályt is, akik bizony nagyon-nagyon szeretik még most is, és szerintem, ha nem egymilliós, hanem több milliós rajongója van még most is a magyar nótának, hiszen akik fiatalkorukban ezt hallgatták, megismerték, megszerették,
ők most is nagyon szívesen hallgatják, úgyhogy van kereslet. És szerintem, amit én látok, legalábbis egyre több fiatal is azért belenyúl. Bár azt mondtuk az elején, hogy nem minden nótát ismernek, vagy nem kedvelt a műfaj, de sok fiatal érkezik ebbe a igen, és sok fiatal kezdi művelni. Például van egy 13-14 éves kisrác, aki hegedűt tanult, és elkezdte ezt a műfajt gyakorolni. Szokott engem keresni Messengeren, meg Facebookon, és látom, hogy híres prímásokkal muzsikál már most együtt, nem beszélve arról, hogy a nóta énekes versenyek is, ahol Szolnokon többször voltam zsűri elnöke, sok fiatal arc, lányok, fiúk feltűntek, akik egyre jobban, egyre szebben művelték ezt a műfajt, és volt köztük nyertes is. Ugye Karcag a Hungarikum birkapörköt mellett azért a magyar nótáról is híres, ugyanis több előadó foglalkozik itt városunkban ezzel. Sőt, több előadónak van tévé, rádió felvétele, úgyhogy ez így van helyén, és hát sose lehet tudni, mert most is jönnek az új fiatal generációk, akik operaénekesek, és ők is szépen művelik ezt a műfajt. Beszéljünk a karcagi nóta rendezvényekről, itt is azért nagyon nagy sikereket szoktatok aratni. Hát hogyne a nőköszöntő gála, ami minden évben ugye a nőnap környékén szokott lenni, egy rendkívül beállt rendezvény, tulajdonképpen teltházzal megy évek óta, és nagy sikerrel, hát a karcagi, hat karcagi nótás fiúnak a rendezvénye ez, de a birkafőző fesztiválon is mindig megszólal a magyar nóta, illetve hát a fürdőben, a Márkosica rendezésében a országos nyugdíjas találkozó természetesen az is a nótáról, a népdalról szól. Na meg persze a jó hangulatról, a jó kedvről. Bizonyára ugye feltűnt a nézőknek, hogy néha azért tegezésbe átcsapunk. Természetesen. Ugye mi nagyon régóta ismerjük igen. Egymást, azt mondjuk a kedves nézőknek különböző rendezvényekről, zenés mulatságokról. Hát szakmabeli vagy, tehát hogyha azt nézzük, hogy a citerával tudjuk, igen. Igyekszem ezért előre is elnézést kérek, ha véletlen tegezésbe csapnánk. De fordítsuk komolyra a témát, ugye arról beszélt, hogy ezeken a rendezvények ugye nagyon sokan vannak, jó hangulat van, jó beszélgetések vannak, és ugye maga a hivatás mellett ugye a hatos számú választó körzet képviselőjeként is dolgozik. Mik azok a pontosabb problémák, megbeszélni valók, amelyeket a körzetre vetítve sikerül ilyenkor felszínre hozni? Hát sok rétű a probléma, meg megmondom, rengeteg ingatlan van a körzetemben, 1100 körül van az ingatlanoknak a száma. Na most ez 1100 probléma. Amennyit tudunk a lehetőségek és az anyagi lehetőségekhez képest természetesen, és eljut hozzánk, mert különböző forrásokon jut el, azt mindjárt elmondom, amit tudunk, azt megoldjuk ezekből a problémákból. De természetesen mindet lehetetlen megoldani, bár törekszünk rá, hogy minél többet. Ugye eljuthat hozzánk úgy, hogy bejön a lakos a fogadóórámra, ez minden hónapban van, vagy esetleg utcán megszólít. Telefonszámunk ott van a fűnyírásnál, a fideszes képviselő, Fidesz frakció segít az idős, egyedülálló lakosoknak a fűnyírásban. Ott is ott van a telefonszámunk, akkor ezen kívül ugye én is járom a körzetet autóval, kerékpárral, látom a különböző problémákat, illetve a közterület felügyelők is járják rendszeresen, jegyzetelik a problémákat, hozzájuk is eljut, illetve én is tudok nekik is szólni. Úgyhogy általában ez árokrendezéstől kezdve a járdajavítás, az útkátyúzás, a vízelvezetéssel kapcsolatos problémák, tehát rendkívül szerteágazó, egyéb problémákról nem is beszélve, de próbálunk ezeken úrrá lenni. Jól értem, akkor ön, akkor egy bármikor elérhető képviselő. Igen, természetesen, hát azért van benne a telefonszámunk a karcagi hírmondóban, ott a fűnyírásnál mindenki megtalálja, de én már olyat is megpróbáltam, csak a nevemet beütöttem az internetbe, azonnal ott van a telefonszámom, hát nyilvános egy 20-as szám, úgyhogy nyugodtan fordulhatnak hozzám, bármilyen kérdéssel, még közbiztonsággal kapcsolatos dolgok is előkerülnek a lakosok részéről, természetesen a rendőrséggel együtt, meg a polgármesteri hivatal dolgozóival együtt sokrétű problémát meg tudunk oldani. Térjünk vissza ténylegesen a hatos körzet fejlesztéseire, azért az elmúlt időszak nem volt eseménytelen. Nem ám. Néhány éve ismét visszatért az a képviselői keret, ami régen volt ez, mert hát ugye már 2002 óta vagyok képviselő, tehát elég régebbi időkre is tudok emlékezni.
Ott volt 1 milliós keret képviselőnként mind a 8 körzetnek, sőt, akkor még 10 körzet volt. Most 8 körzet van, és most 2 millióra emelkedett néhány éve már a képviselői keret, és ezt mindig azon gondolkodunk, hogy minél jobban, minél célszerűbben tudjuk felhasználni ezt a keretet. Ez több nem lehet, de kevesebb se érdemes, hogy legyen, mert akkor az meg benn marad a városi költségvetésben, és nem fordítjuk a körzetre. Ezért én arra szoktam törekedni, hogy ki legyen használva az utolsó fillérig, és ebben minél változatosabb dolgot bele tudjak tenni. Egy példát szeretnék mondani, a körzetemben több oktatási intézmény is található. 2 óvoda és 1 iskola. Takács Péter úti óvoda, Jókai úti óvoda és az Arany János általános iskola. Az igazgatókkal egyeztettem, és felajánlottam nekik, hogy a képviselői keretemből valamilyen technikai eszközt, amire szükségük van, az egyébként is színvonalas oktató munkát korszerű, magas színvonalú eszközökkel segíteni tudnám, és az ő tanácsukra, az ő elképzelésük alapján meg is történt ez a beruházás, most már 2-szer is egymás után különböző technikai eszközöket vásároltunk, hangerősítőket, projektort, vetítővászonnal, és hát ezt nagyon örülnek neki, ennek nagyon örülnek, mert a gyerekeknek ugye látványosabb, hang szempontjából is érdekesebb lesz az oktatás, illetve hát gondolom a szülők is ezt pozitívan reagálják le, és nem beszélve az ott dolgozókról, természetesen ők is örülnek neki, úgy gondolom és úgy tudom. Ezek mellett a fejlesztések mellett mik voltak azok a sarkalatos felújítások, segítségek, amelyeket véghez tudtatok vinni az elmúlt időszakban? Nagyon fontosnak tartom a Baross úti zugnak a útalap elkészítését. Ez is úgy történt, hogy a fogadóórámra jött be egy nagyon kedves házaspár, és addig ütöttük a vasat, amíg forró volt az a vas, és elkészült egy bizonyos idő után ez az útalap. Utána eltelt 1 év, 1,5 év, és kaptam a jelzést, hogy itt-ott kicsit megsüllyedt az útalap, tehát ilyen kis gödröskék, meg ilyesmi keletkezett, úgyhogy azt is kijavítottuk már. De ezen kívül meg tudnám említeni, hogy a déli külváros rendkívül elhanyagolt helyzetben kaptam meg 2010-től kezdve, tehát minősíthetetlenül rossz helyzetben volt, és ott árokrendezési, vízelvezetési problémák vannak. Arról nem beszélve, hogy sok helyen járda sincs, út sincs, úgyhogy szépen, fokozatosan elkezdtük az utaknak a útalap építését, több utcában is, akkor egy járdát is ki kellett javítani, ott van egy bolt a Délibáb utcánál, oda a vezető járdát, hát nem tudtak hol oda menni az emberek, azt is megcsináltuk, tehát ott is folyamatosan mennek a fejlesztések, természetesen arányban a belső körzeti részekkel, arra is törekszem, hogy arányban legyen. Most vannak-e még olyan dolgok, amik folyamatban vannak, tehát megvalósítás alatt állnak? Hát a nyílt és zárt csapadék elvezető rendszereket természetesen azokat is folyamatosan rendbe tartjuk. Hát az előbb, amit említettem, hogy a megrongálódott járdákat is állandóan figyeljük, utca házszám szerint megvannak, hogy hol van a legbaleset veszélyesebb. A kátyúzásban több száz négyzetmétert tudtunk megcsinálni a körzetben, úgyhogy próbálok én is odafigyelni, meg a közterületfelügyelők is, hát természetesen nagyon köszönjük a lakosságnak a segítségét is, ezzel segítik a munkánkat, hogy jelzik a különböző problémát, hiszen 1100 háznál lehetetlen minden háznál ugye ott lenni és észrevenni, hogy mi a probléma, de aktívak a lakók, jönnek a fogadóórára és hasznos ötleteket vetnek föl, problémákat próbáljuk megoldani. Beszéltünk a körzetről, az önkormányzati munkáról még nem, ugye bizottságok, ön is több bizottság tagja. Melyik ez a bizottság, és milyen feladatkört lát el ez a bizottság? Igen, még majd a körzetből annyit, hogy a vasútállomás egy pár éve újult meg nagy örömünkre, az is a körzetünkben, illetve feltétlenül szeretném mondani, hogy a Rizshántoló malom megújult, megnyílt a malom, mint kukoricamalomként, munkahelyteremtő berendezésként, ezt még a körzethez szerettem volna hozzámondani feltétlenül. A bizottsági munkákat, amit kérdezett, 4 bizottságnak vagyok a tagja, az Idegenforgalmi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának, a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak, valamint az Oktatási és Sportbizottságnak, és a
Pénzügyi Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottságnak pedig az elnöki tisztét látom el 2010 óta. Ez a bizottság körülbelül háromszor annyit ülésezik, mint a többi. 1100-nál is, ha jól emlékszem a számra, több határozatot hozott meg, az elmúlt 5 éves ciklusról beszélek most. Úgyhogy ez egy rendkívül, hogy is mondjam, sűrű programmal rendelkező bizottság. Szerteágazó a tevékenységeken pénzügyi, fejlesztési, mezőgazdasági, két agrármérnök is ül benne. Úgyhogy én azt hiszem, hogy szakszerűen van összeállítva a bizottságnak az összetétele, és hát itt szeretném ismét megköszönni, mint a testületülésen is Gyurcsek János alpolgármester úrnak, hogy mindig ott van és segíti munkánkat, a hivatal dolgozóinak a pontos és precíz előkészítést, ők is ott vannak, a csoportvezetők, irodavezetők a bizottság üléseken, illetve az ellenzék is reprezentálva van, hiszen egy tag az ellenzék, a Jobbik részéről is benne van a bizottságban, ebben a 7 tagú bizottságban, úgyhogy dolgozunk, és én azt gondolom, hogy jól működik a bizottság. Ugye ez az a bizottság, ahol nagyon sok minden eldől. Mégis, ha nézzük egy átlagos bizottságülést, ez hogy történik, hogy egy kicsit a televízió nézők is belelássanak ebben? Igen, ez érdekes, mert ezt nem látják az emberek. Nem is tudom, lehet, hogy egy-két fotót nem ártam, vagy nem tudom. De hát természetesen ez egy olyan munka, ahol bizonyos kötöttségek vannak, van zárt ülés része is, ugye ami közgyűlési dolgokat érint, az zárt ülésben történik a megtárgyalása, illetve a nyílt ülésekben szerteágazó itt a pályázatoknak, a önkormányzati hozzájárulásnak a javaslata, tehát mi csak javasoljuk, és a testület, a képviselő testület fogadja el. Javasolunk különböző témákat, ahogy a pénzügyekhez kapcsolódik, ami a fejlesztésekhez kapcsolódik, például a rendőrségi épületébe is alkalmunk volt a döntésben, bizottsági és önkormányzati szinten is, akkor a milánói világkiállításnak a pavilonja is egyre jobban, aki a fürdő fele jár, akkor látja, hogy épül. Ezek mind ott vannak a bizottság előtt, egészen a bérlakások kiadásától az kulturális pályázatokig. Tehát nagyon szerteágazó. 7 ember alkotja a bizottságot, ahogy említette. 7 ember, 7 vélemény, de mégis sikerül közös nevezőre jutni. 7 ember, 7 vélemény, igen. És mindegyik szakterülethez van, aki jobban ért az átlagosnál. Így aztán össze tudjuk hozni a döntést, és tudjuk a testületnek javasolni azt, amit úgy jónak látunk, hogy rendben van. Ha már pénzügyi bizottság, elnézést, hogy csak így röviden, de talán így lesz a legérthetőbb, ugye van rálátása arra, hogy honnan indultunk, és most hol tart Karcag? Szerintem rengeteget fejlődött a városunk, és fejlődik is folyamatosan. Nagyon szép lett a főtér, a városháza előtti tér, a városháza környéki járdák, egészen nagy kiterjedésben, hogyha végigmegyünk a város belvárosán, szerintem nagyon sokat szépült, nagyon szép a parkja, sok óvoda megújult, ott az új rendőrségi épület. Hát most hirtelen nem is tudom felsorolni, nagyon-nagyon sok minden. Most adták át a Zöldfa úti óvodának a elkészült gyönyörű épületét. Kuten úti óvoda megújult, nagyon szép lett. Táncsics 19, a Nagy Rákóczi, ugye én is oda jártam, annak idején úgy hívtuk, hogy Nagy Rákóczi, az is gyönyörű szépen megújult. A Városgondnokság is éppen felújítás alatt van az épülete. És hát sorolhatnám, most a Kovács Mihály iskolába kezdődik nagy felújítás. A szakmunkás képzőbe láttam, hogy csodálatos felújítás, nyilászáró csere. Tehát lépten nyomon mindenhol azt látjuk, hogy nagyon szépen fejlődik a város. Én szerintem egyre élhetőbb, és hát remélem, hogy sokan így látják. A fejlődéshez egy stabil költségvetés kell, egy fegyelmezett költségvetés kell, amelyet viszont ez a bizottság tárgyal és javasol. Így van. A költségvetést minden évben sikeresen végrehajtja az önkormányzat. Természetesen mindig felhívva a figyelmet az önkormányzati intézményeknek a takarékos gazdálkodásra, úgyhogy ezt ők be is tartják, és így azért takarékosan, odafigyelve tudjuk végrehajtani a költségvetést minden évben.
és ugye a működés mellett ugye a nem kötelezően vállalt feladatokra is minden évben jut karcagon. Jut arra is a nem kötelező feladatokra, hát természetesen azokra is szükség van, és hogyha az anyagi lehetőség engedi, akkor miért ne teljesítenénk, hiszen azt is várják. Ha a jövőre tekintünk, akkor mit lát, milyen lesz a jövő karcagja, mit vár az elkövetkezendő évektől? Nekem a körzeten belül is vannak még fejlesztési elképzeléseim, hiszen azt nem mondtam, de a Takács Péter úti óvodánál lehetőséget tudtam biztosítani a képviselőkeretemből a kapubejárónak az aszfaltozására, hiszen mikor ott jártam, láttam, hogy igen, megrongálódott helyzet állapotban van, és az óvoda vezetővel egyeztettem, és megígértem neki, úgyhogy ha jól tudom, most a napokban el is fog készülni, ha már el nem készült. De van egy nagyobb falat is, például az én körzetemben a Jókai úti óvodának, a parkolójának a bővítése a Takács Péter út fele. Azt is megnéztük, hát ez egy kicsit nagyobb falat, és hosszabb, többbe kerül, mint a képviselőkeret, amit elbírna, de a tervben az is benne van, tehát azt is szeretném megvalósítani. Hát a városban pedig, hogy mi lesz, további fejlesztések várhatók, a jelenleg folyó pályázatoknak a kivitelezése, és város szépítés, város rendezés, város építés, stb. Én ezt várom, hogy tovább szépüljön a városunk. Bizakodva néz akkor a jövőben? Természetesen. Legyen ez így, köszönöm szépen, és a munkáját sok sikert kívánok. Nagyon szépen köszönöm a riportot. Én pedig köszönöm még egyszer a riportot. A kedves televízió nézőknek pedig köszönöm a figyelmet. Riportjainkat, műsorainkat visszanézhetik a www.karcagtv.hu internetes oldalon, valamint YouTube csatornánkon is. Szép napot kívánok Önöknek, viszontlátásra!